Köszöntöm a Telena magazin nézőit, Bence Péter vagyok. A Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítványnál pályázott Tolna 13 millió forintos támogatásra. Előtetőket építenek a ravatalozókhoz, és egy korszerű ágaprítógépet is szeretnének beszerezni. Kivágott és megmetszett fák mindig, minden településen előfordulnak, de vajon mi lesz a keletkezett fa hulladékkal? A Jövőnk Energiája térségfejlesztési alapítvány pályázati felhívására idén is jelentkezett Tolna városa. Többek között ezt a problémát szeretnék megoldani. Két pályázatot fogunk benyújtani, ennyire van lehetőség egyébként. Maximum 13 millió forintot kaphat egy kedvezményezett, és ezt két pályázatból tevődne össze a mi esetünkbe. Az egyik a Telena Kft. Részére egy aprítógép lenne, ami nagyon hasznos, mert hogy az egyik haszna az az volna, vagy az lesz vélhetően, hogy azokat az ágakat, nyesedékeket, amiket a Kft. Dolgozói a zöldfelület gondozásakor levágnak, ezeket össze tudjuk aprítani. A másik pedig az, hogy jelenleg a nagy sportcsarnok, a sportutcai sportcsarnoknak a kazánja, ilyen apríték kazán, gyakorlatilag ezzel fűtünk. Ez már régóta így van, de nem volt megfelelő eszközünk ahhoz, hogy ezt mi magunk korszerű módon fel tudjuk dolgozni ezeket az ágakat, galjakat. Úgyhogy most azt szeretnénk, vagy az az álmunk, hogy az alapítvány hozzásegít bennünket egy viszonylag komoly berendezés vásárlásához. Több mint 8 millió forint egyébként ennek a gépnek a beszerzése, és ehhez 8-900 ezer forintot tesz hozzá, vagy tenne hozzá az önkormányzat önerőként, a többit pedig az alapítványtól várjuk segítségként. Másik beadott pályázatukkal két építményt is létrehoznának. A két tolnai temetőben, tehát a Tolnaiban és a Mözsiben a ravatalozó előtt nincs előtető, és azt már régi probléma, és meg is terveztettük korábban ezeket a tetőket. Most beárasztottuk őket, és úgy tűnik, hogy abba a keretösszegbe bele fog férni, amit az alapítványtól tudunk pályázni, illetve nyilván önerőt itt is hozzá kell tenni. Az egyház tulajdonosi hozzájárulását adta, hiszen mind a két temető a katolikus egyház tulajdonában van. A tolnai temető ravatalozója ugyan a miénk, de hát maga a terület, ahol az előtető meg fog épülni, ez már az egyház területe. Nagyon szomorúan hallom meg, látjuk itt a városban, hogy egyre többen haláloznak el, akár a Covid járvány következményeként, akár más betegségekben, és most talán még aktuálisabb, hogy az emberek egy kicsit komfortosabban tudják a szerettüket körülállni a ravatalozó előtt. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ezt a két előtetőt valósítanánk meg. Ez egy kicsit nagyobb önerőt kíván, de hát egy olyan 2,5 millió forintnál vélhetően az önkormányzatnak nem kerül többe. A többit itt is az alapítványtól várjuk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a két építmény is mindenképpen az itt élőket fogja szolgálni. A két előtető várhatóan 8.196.000 forintba fog kerülni, és ebből olyan 2.200.000 forintot fizet majd a város. Ehhez a beruházáshoz 90%-os támogatottságot szeretnének az alapítványtól. A polgármester elmondta, hogy már több éve minden esztendőben élnek a JETA pályázatai nyújtotta lehetőséggel. Már építettünk járdát például, megújítottunk óvodákat, energiakorszerűsítéseket hajtottunk végre. A tavalyi évben az úgynevezett játszóházas pályázatunkhoz segített hozzá bennünket az alapítvány, és kevesebb önerőt kellett így biztosítanunk. A pályázatot január végén benyújtottuk, és most a döntésre várunk. A tapasztalatunk az egyébként, hogyha egy jól előkészített pályázatot nyújt be a pályázó, akkor az alapítvány ezeket támogatni szokta. Nyilván nem vagyunk szemtelenek, nem lépjük túl azokat a lehetőségeket, amiket biztosítanak vélhetően számunkra, úgyhogy én nagyon számítok arra, hogy mind a két pályázatunk pozitív elbírálásban fog részesülni, és az alapítvány támogatni fogja, és akkor ebben az évben ezek még nyilván meg fognak valósulni.
Tele van tervel a Tolnai Nagycsaládosok Egyesülete. Számos kreatív, aktív programmal készülnek 2021-re is, noha tisztában vannak vele, hogy a járvány felülírhatja azokat. Az új elnök Váci Antal Judit azonban továbbra is bizakodó, és azt mondja, számukra nincs lehetetlen. A Tolnai Nagycsaládosok Egyesületét valószínűleg senkinek nem kell bemutatni. Messzi földről híresek, aktivitásukról, rugalmasságukról, nagy szívükről, na meg a Miklós napi ünnepségükről. A szervezet kiemelkedő munkáját el is ismerték. Méghozzá az év Tolna megyei civil szervezet díját kapták meg tavaly. A járvány azonban még az ő hozzáállásukat is próbára tette, a Tolnai Nagycsaládosokat azonban nem kell félteni, a bajban is összetartottak. Próbálkoztunk mindenféleképpen, hogy ne vesszünk el, folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a családokkal, és egymást segíteni mind az online oktatásban, ugye itt sok gyermekről van szó, és sok telefon vagy sok számítógépnek kellett egyszerre lennie, hogy ők fent tudjanak lenni az órákon. Így mondhatom azt, hogy napi szinten, hol az interneten, hol telefonon tudtunk beszélni, hogy kinek mire van szüksége. Elsőképpen mindenképp mondhatom azt, hogy így a szakmai segítsége volt, akár a Zoom meetingnek a letöltése, ugye rengeteg iskolán ez alapon, vagy ezen volt az iskolai tanítás. Másképp pedig az, hogyha kellett, akkor próbáltunk szerezni laptopot vagy telefon, hogy ebben tudjunk segíteni a gyermekeknek. A járványügyi helyzet miatt folyamatosan újra kellett szervezniük eseményeiket, és felül kellett bírálniuk költségvetésüket is. 2020. augusztusában tartottuk, augusztus első hetében tartottuk meg a velencei kenutúránkat, ami egybe volt kötve a bicikli túrával. Megérkeztek, és itt általában a személyek, akik elmennek, ők nagyon nagy buzgóan sátorban töltik, és úgy élvezik ennek a programnak a keretét. Megvan ennek a feelingje, gyerekek imádják, és a szülők is, egyben pedig a csapatot is összetartja, ugye főzésekkel, beszélgetésekkel. Első nap ugye kenutúrán vettek részt, a második nap pedig a biciklivel tekerték körbe a velencei tavat. Azért tudtunk találkozni ugye össze, aztán elkezdtük tervezgetni a Mikulás ünnepséget, amikor végre kitaláltuk, hogy most idén milyen Mikulás ünnepséget valósítsunk meg. Végre találtunk 15 gyermeket, aki elvállalta egy színdarabot, ezek a saját gyermekeink, a saját családjainknak a gyermekei, hogy ők megvalósítják ezt, azonban folyamatosan a jogszabályok, ahogy változtak, úgy sajnos a végén már a próbát sem tudtuk megtartani, pedig először az volt az A tervünk, hogy fellépünk, aztán ugye bejött, hogy minden harmadik székre ülhet csak valaki, akkor mondtuk, hogy jó, fel fogjuk venni ezt az előadást, hogy sajnos mégsem sikerült megvalósítanunk, vagy előadnunk ezt, amit nagyon bántunk, de mégis úgy gondoltuk, hogy a mi egyesületünk nem maradhat Mikulás nélkül, ez számunkra már egy hagyomány, amit a gyermekek nagyon várnak, ezért kitaláltuk a D-tervünket, hogy a Mikulás menjen el akkor személyesen a gyermekekhez, azonban, hogy megtartsuk azt, hogy személyes kontakt ne történjen a Mikulás és a gyermekek között. Így megkértünk minden családot, hogy a gyermekek tegyék ki az ablak párkányra, vagy a bejárati ajtó elé a kis cipőket, csizmákat, és amikor megérkezik a Mikulás a Krampusszal, akkor a Krampusz be fog csöngetni, és akkor tudnak integetni az ablakon keresztül a Mikulásnak, miközben látják, hogy berakja a csomagot. A Tolnai Nagycsaládosok nem csak kitartóak, hanem rugalmasak is. Idén Zoomon keresztül tartották meg közgyűlésüket és egyben első összejövetelüket is. 2021-re is tele vannak tervel. Szeretnénk mindenképpen májusban megvalósítani a családi napunkat a Tolnai Dunaparton. Ez általában mindig egy 150 főről beszélhetünk. Számunkra ez nagyon csapat összetartó, és nagyon szeretjük, ez is egy főzéssel egybekötött sportnapos családi nap. Márciusban tervezzünk egy boldogságnapi mulatságot. Nem kimondottan farsang, mert addigra talán az óvodákba, iskolákba is lecseng a farsangi bál, és a gyerekek lehet, hogy összezavarnánk, hogy márciusban miért tartunk farsangi bált. Ezért egy boldogságnapi mulatságra gondoltunk, március 20-ára. Áprilisban tervezünk még egy geoláda kereséses kis túra programot, ezt tavaly évben is terveztük, még nem csináltuk, de én remélem, hogy idén ezt meg tudjuk valósítani. Aztán most még augusztusban ugyanúgy ott lesz a kenutúra, vagy biciklitúra, ez még teljesen szervezés alatt van.
Ami még fontos az, hogy idén az őszi találkozó az október 9-én Nyíregyházán lesz. Oda szintén terveznénk, hogy esetleg egy-két busszal el tudjunk menni. És mindenképp ugyanúgy a Mikulás ünnepség, az elsősök köszöntése, ez minden évben történik. Tavaly ezt a nagy csal a Mikulás vitte el, az elsősök köszöntésének a csomagját is, és meglátjuk, hogy mit hoz még a jövő. Az Egyesület bízik abban, hogy a folyamatosan változó körülmények ellenére is meg tudják tartani rendezvényeiket, és a pályázatok, valamint a felajánlások révén nem marad el egyetlen kirándulásuk sem. Most a rövid reklám következik, majd ellátogatunk a református gyülekezethez, akiknél a legfrissebb hír, hogy újra tartanak nyilvános istentiszteletet. Maradjanak velünk, mindjárt jövünk! Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra! Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy és tergépkocsi, valamint nehézpótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turboautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Minden kedves nézőt, diákot, szülőt egyaránt nagyon nagy szeretettel köszöntök a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumból. Aki még nem tudja pontosan, hogy mit szeretne csinálni majd a jövőben, mivel szeretne foglalkozni, illetve ezt várjuk nagyon nagy szeretettel azokat a diákokat, akik szeretnék, ha odafigyelnének rájuk, akik szeretnék megkapni további fejlődésükhöz a szükséges egyéni odafigyelést, támogatást és természetesen kiváló oktatást. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk tehát a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Folytatjuk is a Telena magazint. Három hónap után megtartotta első rendes istentiszteletét a Möstolnai Református Társegyházközség. Sipos Jurit lelkész elmondta, nagyon megviselte ez az időszak, de az elektronikai eszközök segítségével tarthatta a kapcsolatot és a lelket a hívekben. Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, békesség a földön, és az emberekhez jó akarat. Amen. Az utóbbi három hónapban így lehetett részt venni a református istentiszteleteken Tolnán és Mözsön. Sipos Judit, a közösség lelkésze elmondta, nagyon nehezen élte meg az elmúlt időszakot. Ahogyan a gyülekezeti tagokkal beszéltem, akár telefonon, akár szájmozgva személyesen, ők is ugyanerről vallottak, és ugyanezt érezték. Nem volt könnyű, most sem könnyű, hiszen még éljük a második hullámnak a szigorú intézkedéseit, de egyfajta közös megegyezéssel szabadságot adtunk az igének, hogy hadd szóljon és szálljon, mert mindannyiunkra nézve nagyon nehéz volt ez az időszak, és én magam is, de a gyülekezeti tagok is ki vagyunk éhezve az ige szavára. A mi egyházunk, a református, Magyarországi Református Egyház felsőbbsége azt a közleményt adta ki, hogy ha csak egy mód van rá, akkor ideiglenesen zárjuk be a templomokat, illetve az imaházakat, mert ezzel tudjuk segíteni azt a pandémiát, azt a nagyon nehéz időszakot, amit most élünk, mint második hullám, és én a felsőbbségnek engedelmes kedvén úgy gondoltam, hogy az irányelvet kövessük. Tehát amit kaptam utasításnak, azt úgy igyekeztem a gyülekezet tagjainak továbbadni. A gyülekezet néhány tagjának ötlete alapján és segítségével létrehoztak az egyik legismertebb közösségi médiában egy oldalt, ami segíti a lelkésznek a koronavírus járvány alatti ige hirdetést. Az első
Covid idején is már működött ez az oldal, és evidens volt, hogy a második alatt is ki fogjuk használni ennek minden részét, a javait. És így az istentiszteleteket felvettük, és adott időben vasárnap feltettük a világhálóra. Van egy-két olyan kedves ember, akinek, hogyha írok a Messengeren egy üzenetet, akkor kiválóan tudják osztani a hírt. Ők lehet, hogy egy kicsit előrébb vannak az informatikában, mint én, és besegítettek abba, hogy ezt az Isten tiszteletet a magunk módján, mint egy hirdessük. Mint ahogyan régen az apostolok, ha csak talán nem is azokkal az eszközökkel, de hirdessük egymásnak, hogy íme itt van, hallgassátok, és nagyon jók a tapasztalataim. Nagyon nagy öröm volt számomra, amikor láttam, hogy hányan néztek bele. Nagyon szoktam imádkozni érte, hogy adjon a jó Isten erőt hozzá, hogy ebbe a nagyon nagy meghasonlott helyzetbe szükség idején úgy tudjam hirdetni az igét, hogy az a lehető legközelebb érjen a lélekhez. És jók a tapasztalataim, mert rengeteg visszajelzést kaptam. A lelkésznő elmondta, hogy mégis teljesen más, mikor a hívek szemébe tud nézni. Már nem bírtuk tovább, és mivel halljuk a jó híreket, így a lehető legnagyobb körültekintéssel és minden szabálynak a megtartásával úgy gondoltuk, hogy kinyitjuk a kaput az elmúlt vasárnap. Hála Istennek, hogy eljöttek a kedves testvérek, mind Mözsre, mind pedig Tolnára, maszkba betartva a távolságot, itt ültek, és olyan jó volt ránézni a gyülekezet közösségére. Olyan megható volt, hogy az ő szemük is, meg az én szemem is, talán azt gondolom, hogy egyről szólt, arról az ige iránti éhségről, amit igazából csak élő szóval lehet átadni. Csoda dolog az informatika, én lenyűgöz, meghajlok előtte, de az ige az akkor szól igazán, amikor a szemtől szembe ér oda egyik embertől a másikig. Ahhoz, hogy az első istentisztelet volt, és ahhoz, hogy tényleg a tartózkodás az, ami még jellemzi a körülöttünk valókat, Mözsön 8-an voltak, és itt Tolnán pedig 9-en. De mivel így szétültek itt, meg Mözsön is a gyülekezeti házba, illetve imaházba, így sokkal többnek tűntek. És persze egy kicsit, amikor becsuktam a szemem, azokat is láttam, akik valamiért hiányoznak, az idősöket, vagy azokat, akik talán éppen betegek, vagy nem jutott hozzájuk még el a hír, vagy nem készültek el. Tehát azért ennek már más volt ennek az istentiszteletnek más volt a hangulata. És hogy mire számítanak a továbbiakban? Hirdettem a következő vasárnapot is, és én bízom benne, hogyha most csak ennyien voltunk, jövő vasárnapra többen leszünk. Van még lehetőségünk itt szétülni, meg helyünk is van, meg bízunk abban, hogy lassan lejár a február, és elkezdődnek azért kicsit a könnyítések. Tehát vasárnap Mözsön 9 órakor, Tolnán pedig 10:30-kor várja a híveket Sipos Judit lelkész a református istentiszteletre. Csalódást keltő 5-1-es vereséggel zárult a Testnevelési Egyetem csapata elleni, még őszről elhalasztott meccs a pontszerzésben is reménykedő Tolnamös számára. Mutatjuk a részleteket. A Decki Szalkai Vámosi Nagy Noémi csapó 5-össel kezdett hazai környezetben a kék-fehér szerelésben játszó Tolnamös, a bajnoki címre is esélyes második fővárosi testnevelési egyetemisták ellen. A kispad sem volt foghíjas,
hazai oldalon, ott ült ugyanis bevetésre készen az alapembernek számító Horváth Anna, úgy szintén a fontos játékosnak tekintető Bajcsi Krisztina és Szőlős Alexandra is. Vagyis Revelan Zoltán, a véglegesített edző, a legjobb csapatával próbálta megkísérelni a pontszerzést a jelenleg nagyon jó erőkből álló TF ellen. A fővárosiaknál játszik, a teljes magyar mezőny a futballszakát egyik, hanem a legjobb spillere, Pádár Anita, akivel ezúttal sem tudtak mit kezdeni a tolnamezsiek, aki már az első fél időben kétszer volt eredményes, amire nem jött válasz hazai oldalról. Sajnos a tolnamezs a továbbiakban is nem csak a TFS, hanem önmagához viszonyítva is gyengébb volt a passzjáték gyorsasága, folyamatossága terén, és a visszavédekezés sem volt elég hatékony. Újabb Pádár dupla a második félidő közepén szerte foszlatta a pontszerzési reményeket. 5-0-ra módosult ekkor az állás. Már csak a becsület gólért hajtotta a tolnamezs, ami azért a legvégén összejött. De ennek az eredménynek és a mutatott játéknak a csapat fiatal és tapasztaltabb játékosai sem tudtak örülni. Érthetően. Ezt ki fogjuk elemezni, azért is, mert jövő héten ugye ugyanúgy a TFL fogunk játszani, és nem szeretnénk ugyanezeket a hibákat elkövetni. A támadójáték sem volt az igazi, az elhibázott utolsó passzok miatt. Próbálunk tudatos dolgokat csinálni, látszott is, hogy ezekből voltak lehetőségeink. Hát sajnos most olyan passzban vagyunk, hogy bármit csinálunk, nem tudunk gólt lőni. Egy-egy gólokkal nem lehet mérkőzést nyerni, de azért teszünk, hogy be tudjunk találni többször. Nincs könnyű helyzetben a tolnamezs, 3 fordulóval a bajnokság első szakaszának zárása előtt. Legközelebb újra a TFL meccselnek, majd az Asztrával, aztán a Budaörssel és a Szekszárdal is lesz egy derbi még. A negyedik hely megtartása minden nehézség ellenére reálisnak tűnik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!